A különböző korosztályos bajnokságokban, illetve a felnőtteknél összesen 18 csapatot indított az elmúlt szezonban a Nyíregyházi Kosársuli. Már 5 éve a Szent Imre Gimnázium csarnoka az otthona az egyesületnek, amely a női szakák utánpótlását szeretné minél szélesebb bázisra helyezni a megyeszékhelyen. Az egyesület elnöke szerint mozgalmas, sikeres, de kihívásokkal teli szezon tudhatnak maguk mögött. Nagyon sok sérültünk volt az elmúlt bajnokságban, az amatőr NB1-ben is, az utánpótlás bajnokságokban is, ebben voltak komolyabb sérülések is. Két játékosunknak is volt keresztszalag szakadása térdében. Nyilván az ő műtétjeik már megtörténtek, a rehabilitációjuk folyamatban van, visszavárjuk őket. Egyébként pedig hát a mozgalmasságról csak annyit, hogy egy kis statisztikai számot hagy mondjak. Itt 233 mérkőzést játszottak a csapataink, összesen 18 csapattal versenyeztünk különböző korosztályokban. 174 utánpótlás mérkőzést rendeztünk ebben a teremben, ahol most éppen állunk, és 25.400 kilométert utaztak a gyerekek azért, hogy ezt a 233 mérkőzést lejátszhassák. Nem kevés. Tehát én épp a múltkor számogattam itt magamba, hogyha összeadjuk ezt a 233 meccset, és folyamatosan játsszák a meccseket, akkor 20 napon keresztül a nap minden percében pattog a labda, és játsszák a gyerekek a kosárlabdát. Tehát azért az 365 napból nem egy olyan kis mennyiség egy amatőr egyesületnél. Az NKS kirakat csapata, az amatőr NB1-ben szereplő felnőtt együttes nagy csatát vívott a piros csoportban a bennmaradásért, végül a 12. helyen zárva meghosszabbította tagságát az erősebb csoportban, de az utánpótlás együttesek szereplésére sem lehet panasz. A juniorok 34 induló csapat közül 12. helyen végeztek, a kadettek 67 kadett csapatból a 18-ok lettek, a serdülők 64 serdülő csapatból lettek a 10-ek. Tehát én azt hiszem, hogy ezek az eredmények magukért beszélnek. Az U12, U11 bajnokság az már dzsemberi, tehát ott nincs külön helyezés, meg nincs külön eredmény, illetve hát a kosárpalánta programba is 6 csapattal indultunk el, ami azt jelenti, hogy a 9 évesnél fiatalabbak is már valamilyen szinten próbálnak, ha nem is a kosárlabdázással konkrétan, de annak a mozgásanyagával komolyabban foglalkozni, tanórák keretén belül, illetve edzéseken. Bár a szezon véget ért, a labdapattogás nem halkult el a csarnokban, hétfőtől ugyanis már napközis táborban sportolhatnak a gyerekek. Július közepén pedig egy szilvásváradi edzőtáborban hangolnak majd az idősebb korosztály képviselői a felkészülés kezdetére.